Három élvonalbeli csapat fogadta el a meghívást a harmadik Sitkó Ernő emléktornára. A másodosztályra készülő házigazda az első napon a budapesti Honvéd ellen lépett pályára. Az alaposan átalakult Nyíregyháza egy ideig tartotta a lépést a fővárosiakkal, végül azonban 80-55-ös vereséget szenvedett Horváth Ákos együttese. Szombaton a Kecskemét ellen sem a hazaiak voltak az esélyesek, és igazolódott is a papírforma. A vendégek 178-ra megnyerték a mérkőzést. A vezetőedző szerint jól szolgálták a felkészülést az eddigi találkozók. Folyamatosan kommunikáljuk a játékosok felé, hogy nagyon fontos, hogy ne az alapján ítéljék meg a saját játékerejüket, hogy milyen eredmények születnek, mert a szlovák első osztályú csapat, két átcsoportos csapat, most még egy szlovák visszavágó lesz. Készülünk az első fordulóban, ahol a Budafok csapata ellen fogunk játszani. Abszolút nem a Budafok ellen, nyilván egy jó magyar erőkből álló csapat, de nem lehet összehasonlítani, ahol három légiós, meg kilókban, sebességben. Ha megcsinálunk itt egy jó védekezést, és a végén átugranak a fejünk fölött, és átzsákolnak, vagy újra és újra egy szép rotáció végén a kezünk fölött bedobják a triplát, akkor azt mi magunk is megtapsoljuk. Nem ugyanezt fogjuk kapni nyilván, viszont hogyha, mármint most a B csoport pontodászatában, viszont hogyha ilyen szinten föl leszünk rá készülve, akkor csirájában elfolytatjuk az ottani kísérleteket, és mi pedig támadásban érvényesíthetjük azokat a dolgainkat, amiket itt most nem mindig sikerül. A nyíregyháziak magas embere, Völgyi Marcell, a Honvéd ellen 14, a Kecskemét ellen pedig 17 pontot szerzett. Elmondása szerint a sok új játékos egyre inkább kezd csapattá érni. Én úgy érzem, hogy helytáltunk mind a két mérkőzésen. Ameddig bírtuk energiával, addig úgy érzem, hogy méltó ellenfelé voltunk mind a két átcsoportos csapatnak. Sokan még perclimiten voltak, úgyhogy ez így meg is látszódott, de nyilván ez még mindig csak egy felkészülési időszak, és várjuk az első bajnoki mérkőzést. Én úgy érzem, hogy kész leszünk, ez is egy nagyon jó kis megmérettetés volt, úgyhogy várom a kezdést és a fiúk is. A tornát végül a budapesti Honvéd nyerte a Debrecen és a Kecskemét előtt. A házigazda kék cápák a negyedik helyen zártak. A Nyíregyháza pénteken 18 órai kezdettel a Losoncot fogadja a Continental Arénában. Az első bajnoki meccsét az NB1B piros csoportban jövő pénteken Budafokon játssza Horváth Ákos együttese.